Ötödik alkalommal öltöztették ünnepi díszbe a békevárosi körforgót. Mozgásélmény sportnapot tartottak a Rudas iskolában. Több mint 80 fiatal vett részt a DKK toborzóján. Köszöntöm nézőinket, Önök a D+ TV híradóját látják. A Fejér megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatja a lakosságot, hogy a veszélyes üzemek másfél kilométeres körzetébe telepített monitoring és lakossági riasztórendszer szirénáinak működését ellenőrzik december 3-án hétfőn 11 órakor, melynek során Ercsiben, Ráckeresztúron és Dunaújvárosban csökkentett üzemű sziréna próba végrehajtására kerül sor. A szirének megszólalása ezekben az időpontokban csak a rendszer próbája, a lakosságnak semmiféle teendője nincs. Immár 5. éve gondozza a Dózsa György út végén lévő körforgót a Pannon Oktatási Központ. Az intézmény rajz szakkörös diákjai ezúttal karácsonyi díszekkel, gyertyákkal dekorálták a területet. Már hagyománynak számít, hogy a Pannon Oktatási Központ diákjai és pedagógusai ápolják, rendezik a Dózsa György út végén lévő körforgót. Az ünnepek alkalmával karácsonyi díszbe öltöztették a területet az intézmény rajzszakkörös diákjai. Több technikával szoktunk festeni, rajzolni, különböző képeket, illetve témákat szokott a tanárnő nekünk megadni, és ezeket rajzoljuk le. A díszeket, azokat mi csináltuk, különböző dobozokat készítettünk a szakkörön. A díszítésen jelen volt az iskola igazgatója, valamint Stankovics László, a körzet önkormányzati képviselője is. Mindketten kiemelték, hogy ezzel a megmozdulással ismét szeretnének kedveskedni a városlakóknak és a körforgónál közlekedőknek. Általunk gondozott körforgalmat karácsonykor, nyilván talán karácsonykor lehet a legszebben kidíszíteni, de olyan ünnepeinken, amikor hagyomány már a dekoráció, akkor díszítjük. Egyrészt a kezdeti ötlet egyáltalán, hogy az adott körforgalmat, amelyikről beszélünk, rendben tartjuk, rendben tarthassuk, rendben tartjuk és akarjuk is díszíteni. Ez alapvetően onnan indult ki, hogy jó maga, mint az intézmény vezetője is szereti a szép környezetet, de természetesen nem öncélú ez az egész, hanem úgy gondoltam, hogy a diákjainkat, akiket próbáljuk a középiskolás korosztályban, tehát a ifjú, illetve nagy kamaszkorban szemléletet formálni, személyiségüket formálni, úgy gondolom és úgy gondoljuk, hogy célszerű nem csak az adott tantárgyi tudásokkal felruházni, hanem olyan gondolatokkal, olyan eszmékkel, mely a környezetünk tudatos védelmét, annak szépítését, környezetünk védelmét és az élhető városi környezetet is tartsák szem előtt. Pannon, körforgó és advent, ez a három dolog most már összefolt az évek hosszú folyamán, hisz az iskola tanulói minden évben ünnepekkor feldíszítik a körforgót, és így próbálják szebbé tenni, és csinosabbá tenni a városnak egyik bevélő pontját. Az idei évben nem csak a Pannon iskolások, hanem a Karissa virágbolt is segített abban, hogy ilyen szép legyen, és ilyen csinos legyen ez az egész körforgó. A diákok és a pedagógusok lelkesen díszítették a területet. Az intézmény igazgatója azt mondta, hogy továbbra is gondozni fogják a körforgót. Mozgásélmény sportnap. A Magyar Speciális Olimpiai Szövetség idén is megrendezte a Rudasban a már hagyománynak számító regionális mozgásélmény sportnapot a hátrányos helyzetűek számára a Rudas szakközépiskolában. 66 versenyző nevezett a megmérettetésre. Bemelegítéssel kezdődött az a regionális mozgásélmény sportnap, amelyet a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség, a Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyel, valamint a Mindannyian Mások Vagyunk Egyesülettel közösen szervezett a Rudas Közgazdasági Szakközépiskolában. A sportnap célja a verseny lehetőség biztosítása értelmi fogyatékossággal élő, súlyos, halmozottan sérült, mozgásukban korlátozott fiatalok és felnőttek számára a speciális olimpia mozgalom részeként. Majd meglátjátok, hogy itt tulajdonképpen nagyon egyszerű feladatokról van szó nekünk, de a fogyatékos fiataloknak sokszor a saját határait feszegetik. Készülnek ezekre a versenyekre, van, aki heteken keresztül tanulja ezeket a mozgássorokat, és nagyon várják a versenyt. A sportnapra Dunaújváros mellett érkeztek versenyzők például Nagykőrösről, Kiskunfélegyházáról és Soltról is, hogy a különféle pályákon bizonyítsanak. Körülbelül 6 csapat 66 versenyzővel állt neki a feladatok teljesítésének.
Nagyon egyszerű feladatokat kell nekik végrehajtani. Igazából az a lényege a sportágnak, hogy önmagukat döntsék le, önmaguk korlátait döntsék le, lépjenek ezeken túl. Amint látjátok, nagyon egyszerű talajon gurulás, kislabdadobás hálóba, helyből távolugrás, tekebábuk döntése. Nagyon egyszerű kis feladatokat hajtanak végre, de az ő számukra ez nagyon nehéz. A mozgásélmény sportnapot mintegy 30 önkéntes közösségi szolgálatukat teljesítő Rudasos diák segítette. Több mint 80 fiatal játékos vett részt a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia novemberi toborzóján. Az akadémia szakemberei az ország minden tájáról érkező sportolókat 10 állomásból álló felvételin tesztelték. Bemelegítéssel kezdődött a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia 2018-as toborzója. Több mint 80 fiatal játékos vett részt a kiválasztón, amelyen az akadémia szakemberei az ország minden tájáról érkező sportolókat tesztelték. Vecsésről érkeztem, és azért, hogy megmutassam a kézilabda tudásomat. Miskolcra jöttem, mi regisztráltunk ide, mert nagyon, múlt évben is voltam, és nagyon megtetszett, és megint meg szeretném ezt próbálni. A kiválasztó legfontosabb részleteit Vártok Ákos utánpótlás szakágvezető ismertette. Ugye regisztrálni kellett az eseményre, ezt minden év novemberében rendezzük. Most a 2004, 2005 és 2006-ban született lányokat vártuk a kiválasztóra. Ugye regisztrál mindenki, most rekord létszáma, közel 80 gyerekkel indulunk. Eddig általában 50 volt a regisztrált gyerek létszám, most nagyon megemelkedett. Ugye a gyerekek beregisztrálnak, várjuk őket ezen a délutánon, két teremben dolgozunk, a kis és a nagy csarnokba. Van egy általános fizikai felmérés, ahol 10 állomást jelölünk ki. A gyerekek a 10 állomáson végig mennek, ott látjuk a lövőkészségüket, cselezőkészségüket, milyen gyorsan futnak, mekkorát dobnak, illetve még a felmérések közé tartozik egy pszichikai teszt, aminek az a lényeg, hogy mennyire szeretik a kézilabdát, vagy mennyire akarnak kézilabdások lenni, nehogy a szülő akarja már jobban, mint a gyerek, ebből ki fog természetesen derülni, és a végén a két teremben pedig játékkészséget nézünk, a gyerekeket beosztjuk csapatokba, egymás ellen játszanak, és ez alapján nézzük meg, hogy milyen a játékkészségük, milyenek játék közben. A DKK a sportigazgatója a toborzás előtt a szülőket látta el néhány jó tanáccsal. Hogy minden hosszú út egy lépéssel kezdődik, és ők az első lépést megtették. És hát nyilván fel fogunk venni egy pár sportolót a tehetségek közül, de több mint 80-an jelentkeztek, és a legtöbbet nyilván nem tudjuk felvenni. És elsősorban azokhoz is szóltam, akiknek a gyermeke nem kerül esetleg kiválasztásra, attól még remek sportolók, remek sportemberek, és arra hívtam fel a figyelmet, hogy nehogy valami olyan érje a szülőt, olyan behatás, hogy nem engedi tovább sportolni a gyereket, vagy maga a gyermek hagyja abba ezt a csodálatos sportágat, hiszen különböző szintereken lehet ezt folytatni, lehet, hogy valakiből NB1-s játékos lesz, valakiből NB2-es, egyet nem szabad a játékot abba hagyni. Az eredményekről december 15-ig küldenek választ a jelentkezőknek, akik pedig esetlegesen nem nyernek felvételt, azok egy év múlva novemberben újra megpróbálhatják majd. Teljes egészében felújították a Juharos étterem vendégterét és a hozzátartozó parkot, így lehetőség van már arra, hogy a helyiség mintegy 150-200 fős rendezvényteremként üzemeljen hétvégenként. A tervek szerint havonta lesznek jazz és könnyű zenei koncertek, emellett esküvők, nagyobb városi és céges rendezvényeknek, magánjellegű összejöveteleknek is helyet kínál az épület. A DVG ZRT körülbelül 2 évvel ezelőtt újította fel a Juharos étterem konyháját. Modern gépekkel, korszerű technológiával felszerelt konyháról van szó, amelyben megrendelésekre készítenek ételeket, illetve az önkormányzati cég vendéglátóegységeit ezt szolgálja ki süteményekkel, szendvicsekkel, heti menüvel. Ezt követően merült fel az igény arra, hogy felújítsák az épület vendégterét is, amely rendezvényeknek is helyet tud biztosítani. Arnold Miklós, a DVG ZRT szolgáltatási ágazat vezetője elmondta, nagy átalakításokat végeztek a vendégtéren. Korábban diszkóként üzemelt a helység, feketére voltak festve a falak, helyenként OSB lapokból volt összerakva a külső falszerkezet, és ablakok hiány fény sem jutott be az épületbe. A munkálatok során teljes gépészeti és épületvillamossági felújítást végeztek, elől és hátul nagyméretű nyilázárokat építettek be. Megújultak a vizes blokkok, sőt átépítésre is kerültek, illetve a felső szinten is ki lett alakítva. Volt ott egy kis terem régen, amíg diszkóként üzemelt, az a kis terem is át lett alakítva egy komfortos, szép, akár egy kisebb konferenciateremnek is tudnám azt nevezni. Illetve az az ötletünk volt, hogy nem festjük be a falakat különböző színekre,
hanem ezeket a jövőben úgynevezett LED bárokkal fogjuk megvilágítani a falat, ezek a héten érkeznek, és így minden lakodalmas mennyasszony meg tudja találni a saját számára tetsző színt, mert olyan színűre tudjuk festeni a falakat, amilyenekre csak szeretnénk. A vendégtér felújításában az önkormányzat is támogatást nyújtott, erről a tavaly júniusi közgyűlésen döntöttek a képviselők. A kivitelezéssel a napokban elkészültek, és már meg is volt az első próbabuli, a Balázs Elemér Group tartotta itt lemezbemutató koncertjét. Mi, mint DVG, azt szeretnénk, hogyha havonta legalább 2-3 alkalommal hétvégente elsősorban jazz koncerteket, másodszorban könnyű zenei koncerteket tudnánk itt megszervezni. Emellett nyitva áll a kapu mindenki előtt, aki esetleg lakodalmat szeretne tartani, arra talán a legalkalmasabb ez a terület, hiszen itt van a konyha közvetlen mellette. Emellett, hogyha olyan évvégi céges rendezvények vannak, nagyobb születésnapi bulik és egyebek, szerintem mindenre meg fogjuk találni a megoldást, hogy itt meg lehessen tartani. Kialakítottak egy nagyméretű ruhatárat is, továbbá tervezés alatt van egy hordozható kisebb színpad elkészítése is, amelyet koncertek alkalmával lehetne használni. Arnold Miklós kiemelte, hogy külön vendégparkolót is építettek, amelyen keresztül elérhető az új raktár részleg is. Következnek kiemelt híreink még egyszer, röviden. 5. alkalommal öltöztették ünnepi díszbe a békevárosi körforgót. Mozgásélmény sportnapot tartottak a Rudas iskolában. Több mint 80 fiatal vett részt a DKK toborzóján. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Maradjanak velünk, mert Kölesdi Fanni érkezik a várható friss időjárás jelentéssel, majd Molnár Emese következik Főutca című magazinunkkal. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Köszöntöm Önöket! Vasárnap változó mennyiségű és vastagságú felhő lesz felettünk, estétől nagyrészt borult idő várható, napközben csapadék nem valószínű. A délkeleti szél megélénkülhet, 0 és plusz 6 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn szintén felhős, borult időre számíthatunk, többfelé várható eső. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 3 plusz 3, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 0 és 11 fok között várható. Kedden felszakadozik a felhőzet, több-kevesebb napsütésre számíthatunk. Napközben egyre több helyen lesz eső, zápor. Délután 8-10 fokot mérhetünk. Köszönöm figyelmüket, minden jót kívánok, viszontlátásra!